Február 22-e az áldozatok napja. Miskolcon 5 éve működik áldozatsegítő központ, amely első volt a vidéki irodák között. Mára már ők keresik fel az áldozatokat egy rendőrségi együttműködés keretében, hogy személyre szabottan tájékoztassák az érintetteket, hogy milyen segítségnyújtásra van lehetőségük. A Vármegye házán szerdán több mint 50 önkéntes nyugdíjas áldozatsegítő vette át tanúsítványát, így a jövőben már ők is segíthetik tanácsaikkal kortársaikat. Február 7-én a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a vele együttműködő szervezetek is csatlakoztak a biztonságos internetnap rendezvényhez. Az egyik miskolci bevásárlóközpontban szakemberek hívták fel a többi közt az idősek figyelmét az online tér tudatosabb és biztonságosabb használatára. És azt kell mondani, hogy bárki lehet áldozatsegítő is. Mondta Répási Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Vármegyeháza dísztermében rendezett ünnepségen, ahol a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének tagjait köszöntötte. Az eseményen elhangzott, hogy hazánkban 1993 óta megtartott áldozatok napjának legfontosabb üzenete, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az áldozatok köztünk élnek, és szükségük lehet támogatásra, segítségre. Az elmúlt évben a Borsodabaúj-Zemplén megyei és Miskolcvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségével közösen egy kortárssegítő képzést kezdtünk el a megyében, Ózdon, Kazincbarcikán és Miskolcon is, és 56 időskorú ember volt, aki vállalta azt, hogy megismerkedik mélyrehatóban az áldozatsegítés területével, és vállalja azt, hogy a későbbiekben bajba jutott embertársainknak segítséget nyújt. A Miskolci Áldozatsegítő Központ és a Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége 2018 óta ápol kapcsolatot. Tavaly tavasszal merült fel az a gondolatuk, hogy az idősek számára áldozatsegítő képzést indítanak. A tanúsítvány átvétele után reményeink szerint most lesz egy folytatás. Az Igazságügyi Minisztérium elképzelései között szerepel az, hogy ezeket az embereket önkéntesként foglalkoztatja, és a kis közösségekben megtalálja azokat a potentált veszélyben élő magányos nyugdíjasokat, akiket felkarolva felkészítenek arra, hogy milyen megelőző tevékenységben lehet és vehetnek részt. Az önkéntesek által az áldozatsegítő programokba bevont személyek rövid időn belül célzott intézményi segítséget kaphatnak. Tapasztalataink szerint a bűnelkövetők fókusza egyre inkább ez a veszélyeztetett korosztály felé fordul. És éppen ezért a Vármegyei Rendőrfőkapitányság, illetve a Vármegyei és Miskolc Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége is szeretné megerősíteni kapcsolatait, partneri viszonyát, egymással történő kommunikációt és azokat a projektekben közösen részt venni, ami elősegíti az ő áldozattá válásuknak a megelőzését. Az áldozatsegítő központ a társszervekkel az év hátralévő részében további programokat és felkészítéseket szervez az önkénteseknek.